Április 7-től újra nyitva tart a Kerék utcai hulladékudvar Nyíregyházán. Az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet miatt nem volt igénybe vehető a szolgáltatás. A jövőben azonban szigorú óvintézkedések bevezetésével újra leadható a háztartásokban összegyűlt hulladék. Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, a hulladékudvarban egyszerre legfeljebb 2 gépjármű, illetve legfeljebb 2 ügyfél tartózkodhat. Ők csak olyan távolságra és annyi időre hagyhatják el a járműveiket, ami a hulladék lepakolásához szükséges. Az eltelt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a Maradj Otthon kampánynak köszönhetően rengeteg ember maradt odahaza, a diákok oktatása otthon történik, ebből kifolyólag a hulladék mennyiség jelentősen megnövekedett. Ezen túlmenően az emberek elkezdtek a saját kertjükbe tevékenykedni, felújítani, tehát igyekeznek valami hasznos dologgal eltölteni az idejüket. Éppen ezért jelentősen megnőtt a hulladék mennyiség, és igényelték a hulladék udvar megnyitását. Ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő óvintézkedések mellett, de a Kerék utca egy szám alatt található hulladékudvarunkat munkaidőben, hétköznapokon megnyitjuk, oda továbbra is ugyanazok a hulladékok helyezhetőek el, mint a bezárást megelőzően, tehát szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg, építési bontási hulladék, elektronikai hulladék, zöld hulladék és veszélyes hulladék. Az ügyvezető kiemelte, fontos, hogy a lakosság a jelenlegi veszélyhelyzetben még inkább betartsa a hulladékok kihelyezésének szabályait a lakóházak előtt. Attól függően, hogy otthon vannak, minden reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőedényüket, mert az autóink most gyorsabban haladnak, mivel sok háztartás nem teszi ki időben az edényét. Amennyiben megoldható a hulladékgyűjtő edényen, tehát a kukán belül is műanyagzsákba helyezzék el a hulladékot, hogy a lehető legkisebb mértékben szóródjon ki abból bármi is. Ügyeljenek arra, különösen a közterületen elhelyezkedő edényeknél, hogy a hulladékgyűjtő edény, tehát a kuka akár 240 literes, akár 120-as, akár 1001-es fedele le legyen zárva, ezzel is megakadályozva, hogy a szél abból hulladékot fújjon ki. Amennyiben a szelektív edénybe palackot, papírdobozt raknak, azt minden esetben tapossák laposra, hogy a edény kapacitását kellőképpen ki tudjuk használni. Számtalan olyan képet kapunk, hogy a szelektív edényből bújjon ki a hulladék, ennek semmi más oka nincs, mint hogy az 1100 literes edénybe körülbelül 7-800 liter a levegő. Tehát, hogyha kellően előtte tönrítik a hulladékot, akkor a kapacitása igenis elegendő lesz. Eberhard Gábor hozzátette, munkatársai ezekben a napokban védőfelszerelésben fertőtlenítik a Nyíregyháza közterületén elhelyezett 1100 literes szelektív és vegyes hulladékgyűjtőket, ezzel is segítve a járvány terjedésének lassítását.